Hey there, this is Mike, calling you from beautiful Budapest, and you are watching PJ Squad Show. Hey PJ Squad, Mike nem tudom melyik showt nézi, de ez a biciklis.avi 5. Ha már itt vagy, akkor gondolom rákattintottál videóra, vagy netán te valami autoplay révén kerültél ide, de ha már itt vagy, nyomjál egy lájkot. Subscribe-olja, iratkozzál fel, aztán én megpróbálok egy-két hetente szolgáltatni biciklis.avikat most már tényleg. Hogy ne a júniusi, meg 3-4 hónappal ezelőtti klippeket kell nézegetnetek, bár ez a nyári cucc elég jó vibe-okat hoz vissza, legalábbis nekem. Na, élvezzétek, bye-bye! Újra itt, a kilátónál. Most egy kicsit borongósabb. Most egy kicsit gyorsabban megyek. De teljesen jó. Nem is esik. Ennyit még nem volt rajtam szerintem. Júniusban mellény. Meg nyakmelegítő. Ez van. Hello, it me. Ez nem jó ez a mai nap. 400-on kell menni. 10 perc fölötti emelkedőket. 2 perc ülve, 1 perc állva. Eddig 3-at mentem, de már kész vagyok. 4 órát kell menni, most vagyok. 2 óra 10 körül, 20 körül. Itt vagyok Pilismaróton, még ezt megcsinálom, aztán go home. De ez a mai nap nagyon fájdalmas. Ráültem a kukára, aztán majdnem eldöltem. Meleg is van. A tegnapi edzést is érzem. Nyertem a sportszerettel. Gyere még, van hely! Megy a várakozás.
elfelejtette, hogy kell hekket enni. Krízis helyzet. Ezt szeretem! Ez a jó! Épül a jellem! Épül a mentális energia! Let's go! Szétázás, megszáradás, és most újra kezdett. Találkoztam mindenkivel, akivel lehet. De miért nem a húkába dobott ki a sörönet? Borsos Benedek, Bence. Bigrip! Már ő is tudja. Mindenki tudja, Jani. Azt nézd, milyen szép bicikli. Stevens. Egyetok. Stevens a legjobb bicikli, amin volt nekem. Ugye? Pacific Cycles, Magyarország. Hello. Mikor jön ki? Jani, mikor jön ki? Megint összefújta a szemetet a szél. Kutat, fidget spot, minden, ami kell. Mikor jön ki? Hát majd kijön. Amikor összegyűlik egy kis anyag. De mikor vágod össze? Hát, jövő hét. Csá. Láttam Budapesten. A Királyok útján áll a víz. A szembe jövő autók vagy négyszer telibe fröcsköltek. Telement a fülem. Mindenem. Rip! Itt már full jó a helyzet. Semmi nincs, ott a fás részen áll a víz, van ahol ilyen 5 centi mélyen. És most beváltom a 8 nyerős sportszeletemet. 8 sportszeletet. Nyertél, ha lesz. Suddenly love so everything to you. And we'll shine again to you. Nekem kellett elmagyarázni, hogy még tart az akció, és a beváltás. Nézd mi! Július! Égesre! Nézd mi! Szép napraforgó mezők! Jó út!
itt megálló lovas perény. 1.38. Víztöltés. Let's go. Swept away again. Harmadik megálló. Oroszlány, oroszlány és bokot között. Valahol. Víztöltés. Aztán go. 2.36. Száraz, hűvös helyen tartozó. Hát a száraz az meg. Mária Halmi önkormányzati hírek. Kész is van, 6 óra, 2.15, 35.8-as átmenet. Az utolsó másfél órában úgy befújt a szél, megnyomtam is. Ennyi volt. Nice edzés. Jól esett. Ez volt a fogyasztás. Egy dupla Snickers, 3 élcsokis málnás, cerbona, egy dupla Bounty, egy csokis medgyes cerbona és egy sport kókuszduó, és emellett 14x 600 ml folyadék. Bye! Thanks for watching!
6 óra 10, napfelkelte, suposan, 2020, augusztus 12 talán. Kérdezd meg, mi ezzel a szándéka? Sarkóban fogsz táncolni, pakettát meg fogod karcolni. Hello, it me. Let's go, let's go. Rag megjönni a TDH-t. Jó érzések. Jélen. MVM. A TDH-t megraktam, ahogy csak tudtam, ennek a kérdésnek eleget téve. Nagyon köszönöm mindenkinek a szurkolást, a feliratokat az aszfalton. Nagyon jól esett. Volt két OB is. Az egyiken 6., a másikon 4. lettem. Örültem, mert ez volt az első két versenynapon az évben, úgyhogy ezután jött a TDH, ahol voltam egy szökésben, amúgy meg kb. Végigmentem, és élveztem, hogy újra versenyezhetek. Köszi még egyszer mindenkinek! Itt a GP Isberg és a Paris Camembert versenyre utaztam. Ez egy két egynapos verseny Franciaországban. Nem árulok ezzel nagy titkot. A GP Isberg az elég sík volt. Volt kis körözés az elején, egy 10 km-es városi pályán. Az kb. Olyan volt, mint egy kritérium. Aztán volt egy nagy kör, ott nyugi volt, aztán pedig beértünk a kis körökbe megint, és egy újabb kritérium, csak ez kétszer olyan hosszú volt, befújt az oldalszél is, ennyi
itt a mezőny végén érkeztem, vagy inkább a mezőny mögött egy pár másodperce, mert szétszakadt ott a végén. Ennyi történt azon a versenyen. Aztán jött a Párizs Camembert, amiről van videó is, úgyhogy ezeket itt bevágom. Epic intro, de most jön majd a kedvenc részem. Hát igen, a tehenek és a traktor, de ahogy itt ugrándoznak a tehenek, az a kedvencem. Csodálatos felvételek. Itt elrajtoltunk, de itt még csak nullra start. Mindjárt jön a felvezetés, itt van Buanli. Epic slow-mo. Ott vagyok a bal oldalon. Ez meg csak a neutrál jobb oldalon másik csapattársam. Le long de ces fameux tours de roseaux qui lui donnent son aspect si caractéristique. És nulladik kilométer. Na jó, azért nem, de nem egy első vagy második kilométer, aztán itt belószoltam. Aztán bye bye. Még jött egy rallis, meg egy bingólos, aztán ennyi volt. 200 kilis verseny. Let's go! Hommes s'entendent bien, le peloton semble les laisser partir, en tout cas pour le moment. Ces trois garçons ne sont peut-être pas... Szépen dolgozgattunk együtt. Egy ideig nem akart megállni a mezőny, igazán gondolom ment hátul a lószolgatás, de aztán egy kicsit elkezdett nőni az előnyünk, aztán ilyen 3,5 perc körül megállt ez a növekedés. Csodás drónfelvételek a Camembert nem városáról, hanem inkább falváról. Ennyi belefér egy egész egy ilyen drónsatba ez az egész falu. De kint volt az összes original Camembert márkának a nagy táblája. Jó, megnéztem őket, ez meg már a mezőny. Itt ilyen kis utak vannak, szóval talán még több energiát lehetett spórolni így, hogy elő voltam. Itt meg ugye megindult hátul a lószparád, és akkor ez a négy fő ellépett, és felért ránk. A bingólos az már leszakadt. Mi beálltunk a rallissal, de a rallis egy idő után leszakadt, úgyhogy már csak én voltam ott velük az eredeti szökésből. Ugye nem vezettem már nekik semmit. És jött az utolsó ilyen kör. Rohadt nagy meredek emelkedő, nem nagy, hanem meredek és rövid emelkedők. Jó, itt pont beforogtam, mert már elegük volt abból, hogy nem dolgozom semmit, de hát mit vártak amúgy. Itt kezdjük meg az utolsó kört, ennek az elején szakadt le a rallis, itt meg a döntő továbbmenés, amikor ez az Aset Dezeres ezen a rohadt nagy, rohadt meredek emelkedőn tovább lökte. Itt az autó elég érdekesen közlekedett, de nem tudom ezt miért csinálta. Az Aset Dezeres megnyerte. És ezután 8 másodperccel Buanli azt hitte, hogy megnyerte. Gratulálunk neki. Itt jöttem a mezőny végén. Aztán szóltak a verseny után, hogy nem Budapestre megyek másnap, hanem felmegyek a Sestriere, a Giro kerethez edzeni, mert lehet, hogy én is indulok. Aztán ez látható itt, itt már a hegyekben vagyunk. Szóval Milánóba repültem, és utána átvittek a Sestriere. Esik a hó.
szeptember 24-5-én. Most pedig jöjjön egy kis room tour. Itt laktam az emeleten, az ott a bőrönd, amit már mentünk le. Egyedül laktam szerencsére a szobában. Ez itt az ágyam. Elég hideg volt, mert a radiátor csak esténként ment. Ez itt a tévé. Néztem a VB-t, az ott én vagyok a tükörben. Ez itt a terasz, ahonnan már láthattatok felvételeket. Itt már szép idő volt. Ez itt a fürdőszoba. Zuhany. WC. Illetve itt is voltak ilyen kihelyezett kézfertőtlenítők. Ez éppen gélt nyomott, nem fújt, hanem gél. Ahogy láthatjuk. Itt pedig egy búcsú felvétel a terasztól, mert ezután már mentünk le, ott edzettünk, és már a másik szálláson ért véget az edzés. Úgyhogy itt kicsit féltem amúgy, hogy leesik a korlátról a telefon, de nem esett le. Itt meg már megyünk le. Allora qua, I like, stay here. Okay. No, do you like? Yeah, I really like. Okay. Nice place. Nice place. Parla benissimo. No. I don't speak English well, but... You speak well enough. It's good enough. Perfect. Okay. C'è? No.
Con el equilibrio. Y comenzó el viaje. Entonces, tenemos ok. La prossima volta che ritorni qua mi porti la madre di Tishman. Ő volt amúgy Massimo, a hotel egyik vezetője, amúgy ez a szállás egy ilyen igazi andrónis szállás, ahogy ha lehet így mondani. Bernál is lakott itt egy pár hónapot, és nagyon szeretik a kerékpárosokat. Second mid. Window. Ott lehet felugrálni. Ez volt az utolsó edzésem itt Olaszországban. Ez a hazautam előtti napon volt. Itt az elején elmentem egy csapattársammal Covid-tesztet csináltatni, hogyha esetleg kérik a hazautazásnál, ami elég valószínű volt, tudjak valamit bemutatni. Let's go! Hey PJ Squad, János here. And this is megrogyás. Nem. Újra itt, Budapest. Te csodás. Beengedtek karantén nélkül, mert tegnap csináltattam egy PCR tesztet, úgyhogy let's go. Hit that like button and subscribe.